Ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora. Köszöntöm Önöket. A múlt héten teljes erővel berobbant a nyár. Gyakori, hogy 35 fok feletti értékeket mutatnak a hőmérők. Ezt a meleget leginkább a vízparton lehet kibírni, és hát tudják ezt Tiszalökön is, ezért több fejlesztést hajtottak végre a folyóparton. Erről is szó esik majd a mai műsorunkban, de előtte nézzük, hogy milyen témákkal várjuk még Önöket. Kultúra a járvány után újra megteltek az intézmények Nyíregyházán. 1000 milliárd honvédelemre a megyeszékhelyen vendégeskedett a miniszter. Felkészültek a nyárra, megújult környezettel várják a turistákat Tiszalökön. Május 1-től újra fogadhatnak vendégeket a kulturális intézmények. Hogyan készült a nyitás a Nyíregyháza, és mi várható a nyári és az őszi időszakban? Ezt kérdezzük vendégünk a témában, Úrik Attila, a Nyíregyháza kulturális alpolgármestere. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, üdvözlöm a televízió nézőit! No, de még mielőtt azért belefognánk egy nagyon aktuális téma, illetve program, mert hogy a múzeumok éjszakája volt múlt hétvégén. Ez már azt bizonyította, hogy a kulturális élet azért kezd újra éledezni Nyíregyházán? Éledezni, vagy újra élet? Hát kezd éledezni. Éledezni? Ezt mondanám, hogy éledezni kezd. Nyilván, mint a magyarországi múzeumok legnagyobb eseménye, ugye ez rendesen meg volt promotálva állami szinten is, meg mi is igyekeztünk arra, hogy minél több emberhez elérjen a híre annak, hogy van. Azt kell, hogy mondjam, hogy ugye a védettségi igazolvánnyal és a személyigazolvánnyal való belépés azért alapvetően megrostálja azoknak a számát, akik egyáltalán beléphetnek egy közintézménybe. Így a három intézményben, tehát a Jós András Múzeumban, a Kállaiban és még a Tűzugrás is volt, ugye július 21-én a múzeum faluban, 1500-an jöttek be védettségigazolvánnyal. Itt a dupla szám lenne az, ami a válság előtti számokat tükrözné, én azt gondolom, de ez mutatja azt is egyébként, hogy nyilván amennyire az emberek várták azt, hogy beinduljon a kulturális élet, vannak olyan szegmensek, amelyek azért annyira nem tudnak pörögni, viszont van olyan, ami a járvány alatt is ment, és a járvány alatt is működött, ez például a könyvtár. A könyvtárosok megoldották azt, hogy távkölcsönzéssel, nagyon biztonságos körülmények között, hogyha elmentek a könyvtár elé kikészített könyvekért, akkor a pandémia idejött is be tudtak menni. A múzeumfalu az egyedül, aki hozza meg húzza a számokat. Nem azt akarom mondani, hogy a Jós András Múzeumban és a Kállai Gyűjteményben nem mennek be, de nem annyian, mint a pandémia előtt. Igen, végül is érthető, igen. Hogyan vészelte egyébként át akkor a kulturális élet a pandémia időszakát, hiszen majd, hogy nem fél éven keresztül, akkor hát mondhatjuk, hogy egy ilyen stand-by üzemmódban voltak? Hát abszolút abban voltak, ugye nagyon nehezen ment azért, mert az emberek, akik ebben a kulturális közegben dolgoznak, hozzá vannak szokva ahhoz, hogy a társadalom különböző rétegeivel találkoznak, felnőttekkel és gyerekekkel, ugye egyaránt. Nyilván egy ilyen intézményben azért van mit tenni, mert folyamatosan a könyvtárban selejtezni kellett, hogy ott mentek a különböző szolgáltatások. A múzeumokban is van egy nagy leltározási kényszer, mert a műtárgyak, amelyeket a múzeum őriz, azok az állam fennhatósága alatt vannak, úgyhogy a minisztérium folyamatosan ellenőrzi őket, meg hát pályázatokat próbáltak, vagy nyújtottak be közösen akár a várossal, vagy önállóan, hogy egy kicsit pörögjön a kulturális élet, meg hát online voltak, online térben próbáltak megjelenni. Ezért beszéljünk a létszámról is, kellett-e valakit elengedni éppen azért, mert hogy mondjuk a gazdasági helyzet azt követelte meg bármelyik intézményből? Nyíregyháza kulturális intézményeiből nem engedtünk el senkit sem. Az volt a városvezetésnek a feladata is, meg a koncepciója, hogy a kultúrából nem engedünk el senkit sem, úgyhogy megmaradtak, sőt ugye volt egy 6%-os béremelés, és azt a 6%-os béremelést is megkapta minden kultúrában dolgozó munkatárs. Ez rendesen úgy, ahogy ezt az állam kijelölte, azt az önkormányzat végre is hajtotta. Tehát ilyenről nem beszélünk, annyi, hogy az emberekbe ragadt egy csomó ötlet, és nagyon sok olyan dolog állt meg, vagy állította meg ez a pandémiás történet, vagy a pandémiás idő, ami a szellemi frissességgel és az emberekkel való kapcsolattartásban azért azt gondolom, hogy nyomot hagyott. De hogyha kimegyek az utcára és bemegyek különböző más intézményrendszerben is, látszik az azért, hogy ez a világ ez nem múlt el nyomtalanul még most. De milyen ötletekről beszél, vagy mire gondol? Hát számtalan olyan dolog
maradt el, mondjuk a kállai gyűjteményben is, még a nyár folyamán, illetve már az ősszel, amikor beindult ez az egész, amely olyan programokat takart, mint például egy veterán autókiállítás, vagy a Jós András Múzeumban az őszi éjszaka, amit nagyon megszerettek volna, úgy mondom, idézőjelben nyomni a munkatársok, hogy valamit mutassanak, mert ugye azért a bevételt meghozni kell, vagy hozni kellene, mert az is része a költségvetésnek, amelyek elmaradtak. A Múzeumfaluról nem is beszélve, ott ugye sok gasztronómiai fesztivál terveztünk nagyobbra, vagy terveztünk volna még többet, és ez is elmaradt. Nem is beszélve a Váci Művelődési Központtól, mert ahogy be kellett zárni, tehát ők veszítették a legtöbbet, mert sem azok a civil szervezetek, amelyek ott bérelnek, ott gyakorolnak, ott vannak, sem a moziuk, sem a színházi részük nem tudott működni a bezárások miatt. Ön egyébként mindenképpen a védettségigazolványt tenné, hát most idézőjelesen felelőssé a tekintetben, hogy nem akkora nagy a nézettségszám, vagy éppen mondjuk lehet az, hogy elszoktak az emberek, tehát hogy most vissza kell szoktatni őket a kultúra felé. Szerintem mind a kettő. Ugye a védettségigazolványnak a használata, illetve annak a kötelező érvénye, az kijelöl egyfajta emberszámot és emberköltözött és 500 000 magyar, mondjuk még. Ha van 1 millió 18 év alatti, akkor mondjuk 6-6,5 millió magyar. Nem biztos, hogy mindenki nyíregyházi, ugye, nyilvánvalóan, és a nyíregyháziak, vagy a megyében élők közül sem biztos, hogy mindenki erre vágyik. Ez csak a fele, de azt gondolom, hogy mentálisan, illetve szokásokban az embereken ez az egy év pandémia. Tehát a múlt év márciusától kezdve ez a pandémia, ez sok mindent változtatott. Viszont a nyárral kapcsolatban megvannak a programok, meg a teendők, a stratégia. No, mi ez a stratégia, áruljának? Mire ezer van, igen. Tehát most még ugye nem értük el az 5,5 millió beoltottat. Tehát nem láttuk még a közönyben megjelent részletes szabályokat, de nyilvánvalóan az egy év kimaradásait megpróbáljuk pótolni. A Váci Műhely Művelődési Központban ugye most július elejétől újraindul a színházi élet is. Ugye múlt héten volt egy sajtótájékoztató, amiben felajánlottak még egészségügyi dolgozóknak 200 jegyet. Ugye ezt korábban megtette a Jós András Múzeum és a Kállai Gyűjtemény is, még a pandémiának az elején. Ugye nagyon sokan segítettek tevékenyen is az emberek hívásában, behívásában az oltásokra. És náluk beindul az élet. A könyvtárban már beindult, tehát ott már be lehet menni, lehet nyugodtan könyvet kölcsönözni, és hát ugye fókuszálunk a Múzeumfalura és annak a gasztronómiai vonalára és rendezvényeire. Nem zenés, táncos rendezvényeket szervezünk, mert ugye... Magyarán nem lesznek koncertek. Magyarán nem lesznek koncertek, hogyha lesz is zene, vagy valamilyen kis műsor, akkor az a népi hagyományokhoz fog kapcsolódni elsősorban, meg hát inkább ahhoz, hogy a régi népi mesterségeket felelvenítsék, tehát szakmai vonalra fog helyeződni az összes program, illetve annak a gasztronómiai kiegészítésére. Kossuth téri programok? A Kossuth téren mi még nagy rendezvényt nem fogunk tartani. Most azt beszéljük, hogy ha nem lesz negyedik hullám, látunk előre körülbelül szeptember közepéig, végéig, hogyha szabad, akkor azt elmondom ezzel a kérdéssel persze kapcsolatban, hogy a Tirpák Fesztivál, ugye, ami hagyományosan Kossuth téri rendezvény szeptemberben, az most a Múzeumfaluban kerül megrendezésre, hogyha nem engedik ezt az 500 fős szabályt, de a közintézményben bemehet mindenki, akinek van védettségigazolványa. Nyilván ez ingyenes rendezvény lesz, majd szeptember 18-án és 19-én. Gondolom, mert jobban lehet kontrollálni. Hát jobban is, igen, jobban lehet kontrollálni. Tehát annak nem semmi értelme nem lenne, hogyha körülkordonoznánk a Kossuth teret, és 500-nál megállnánk, és az összes többi ember, aki szívesen eljönne, az pedig kívül maradna a kordonon, az nem egy egészséges történet, én azt gondolom. Igen, éppen ezért a Múzeumfalut visszük, az 10 hektár, 10 000 embert elbír, bármilyen pandémiás távolságot is kell tartani egymástól, úgyhogy ott a maszkviselés azért nem kötelező, tehát az ember érezheti magát szabadon, hogyha szeretné. Alpolgármester úr, beszéljünk a Vidor Fesztiválról, szerintem ez még sokakat érdekel, hogy itt mi várható. Hát gondolom a Külszínházban természetesen lesznek előadások. Így van, és a Vidor Fesztivál is ebből a szempontból tervez, de óvatos.
Tehát lehetséges, hogy a Vidor Fesztivál alatt, hogyha amennyiben nagy koncertek vannak, meg kell ezt az 500 fős szabályt hozni, és azt a részt, ahol a Vidor van, azt csak engedéllyel beengedni. Tehát a kordont nem véletlenül mondtam az elején. Tehát az egy értelmes dolog lenne a Vidorral kapcsolatban, hogy ne maradjon el úgy, mint tavaly, hogy ezek a programok végigfussanak, tehát ott lehet, hogy lesz egy ilyen szabály. Bár, hogyha meg lenne a 6 millió ember, akkor lehetséges, hogy a kormány ezt is feloldaná, bár nyilván ez csak ez egy feltételezés. Most a tervek szerint így fogják megoldani, de mindenképpen nagyon készülnek igazgató úrék arra, hogy a tavalyi elmaradás miatt ez most újra megvalósulhasson. Köszönjük, hogy itt volt nálunk. Én is köszönöm. Minden eddiginél nagyobb, több mint 1000 milliárd forintos költségvetéssel gazdálkodhat a Magyar Honvédség 2021-ben. Az utóbbi évtizedek legkomolyabb honvédelmi és haderő fejlesztésére ad lehetőséget a büdzsé. Nyíregyházán is jelentős beruházások várhatóak. Ősszel indul a honvédelmi kollégium, emellett a tartalékos katonák kiképző helyeit is fejlesztik a közeljövőben. Fennállásának 150. évfordulóját ünnepli idén a nyíregyházi helyőrség. Ennek tiszteletére 6 történeti konferenciát rendeztek a megyeházán. Az eseményen a honvédelmi és haderő fejlesztési programról Benkő Tibor honvédelmi miniszter tartott előadást. A tárca vezető kiemelte, a katonaállomány bővítésével és a technikai feltételek fejlesztésével Magyarország 2026-ra Közép-Európa legerősebb hadseregével rendelkezhet. Bemutattunk egy kis filmet, amely tulajdonképpen Magyarországról, a hazáról szól, amelyben az van, hogy mindenkinek vannak szerettei, az országnak vannak értékei, és van hazánk, amelyet meg kell védenünk. Ki más védené meg, ha nem mi egyenruhások, a katonák. Ez az egyik oldala, hogy ez egy teljesen természetes dolog, egy nemzeti érzelmű országban, hogy meg akarjuk védeni, amiért elődeink, őseink küzdöttek, harcoltak. Nekünk haladnunk kell ezen az úton, folytatnunk kell ezt a küzdelmes időszakot. A másik dolog, amiért szükség van rá, az pedig adódik napjaink biztonságpolitikai kihívásaiból. Lehet látni, hogy a világon milyen gyorsan változnak a biztonsági körülmények, a biztonsági helyzet, újabb kihívások, kockázatok, fenyegetések jelennek meg, amelyre fel kell készülni az országnak, az országon belül pedig a Magyar Honvédségnek. Ezek a kihívások megkövetelik, hogy 21. századbeli technikai eszközök legyenek, megkövetelik az, hogy ehhez jól kiképzett, felkészített, a hazája iránt elkötelezett, lojális katonák álljanak rendelkezésre, akiknek a kiképzése lehetővé teszi, hogy a legkorszerűbb módon, a leghatékonyabban tudják alkalmazni, tehát kiválóan felkészített katonák legyenek. És ugyanakkor pedig azt mondom, hogy ha megnézzük ezeket a biztonsági kihívásokat és környezeteket, az új kihívást, gondolok itt a hibrid hadviselésre, a kiber kérdésére, a terror támadásokra, akkor azt láthatjuk, hogy ezt a múlt eszközeivel, a múlt formáival, módszereivel, eljárásaival nem lehet kezelni. Ezért indítottuk el a honvédelmi haderőfejlesztési programot, amelynek alapvetően két fő pillére van. Az egyik pillér az a haditechnikai eszközök beszerzése, rendszerbeállítása, a hadipar megteremtése, a kutatás, a fejlesztés, az innováció. Alapvetően ez alkotja a haderőfejlesztés részét. Ennek a honvédelmi lába, az pedig magáról a katonáról szól. Arról a katonáról, akitől elvárjuk, hogy ezt az eszközt mesterien tudja kezelni, legyen elkötelezett Magyarország iránt, a magyar emberek iránt, legyen lojális. Éppen ezért szól a katona életpályájáról. Az, hogy egy katonát mi úgy tudunk elképzelni, hogy van egy életpályaszakasz, amikor felkészül a katonai szolgált ellátására, van egy aktív szakasz, amikor igazából katonaként szolgál, és van egy utolsó szakasz az ember életében, amikor már nyugállományúvá válik. Tehát gondoskodni kell nem csak az aktív katonákról, hanem a nyugállományú katonákról is, és erről is szól a honvédelmi haderőfejlesztési program, hogy aki ezt vállalta, hogy az egész életét a haza szolgálatába állítja,
és a legnagyobb értéket, a legdrágább értéket, a saját életét ajánlja fel nemzete javára és szolgálatára, akkor gondoskodjunk róluk, ne úgy legyen, hogy letudta a katonai szolgálatot és el van felejtve. Tehát ez a katonai életpálya, hogy mindezt meg tudjuk valósítani ebben a szakaszban, ami a katonáról szól, nyilván kell beszélni az oktatásról, a képzésről, beszélni kell a hazafias honvédelmi nevelésről, az önkéntes tartalékos katonai szolgálatról, beszélni kell a infrastruktúrális körülmények javításáról, és minden olyan dologról, amit a katona környezetében megtalálunk. Tehát így a katona egyéni felszereléséről és fegyverzetéről egyaránt. Tehát alapvetően erről szól a honvédelmi és haderőfejlesztési program, amelyet elindítottunk 2017-ben, és azt mondjuk, hogy ennek első szakasza 2026-ig kell, hogy lezáruljon, de igazából a Magyar Honvédségnél már 2030-ra tervezünk, 2032-es kitekintéssel, hiszen már most is vannak olyan feladatok, amiket látunk, olyan kihívások, hogy a 2026-os program nem elégséges ahhoz, hogy mindezt megvalósítsuk. Ha csak egy dolgot említek, és akkor nem ilyen formában beszélek róla, hogy ki mit ért alatta, ott vannak a Gripen harci eszközeink, harci repülőgépek, 2026-ig van szerződésünk ezekre a gépekre, 2026-ban valamit kezdenünk kell ezen gépek után, mik állnak majd hadrendbe, mik állnak majd rendelkezésünkre, tehát igazából az a 26-os ütemterven már túlnyúló feladat lesz számunkra. Ahogyan az ábrán látszik, a magyar katona állomány létszáma 1989-ben még 124 ezer körül alakult, ez 2007-re 24 ezer alá csökkent. Ez többek között a sorkatonaság és a hadkötelezettség eltörlése, valamint a NATO-hoz való csatlakozás miatt alakult így. Az elmúlt 10 évben újra nagyobb hangsúlyt kapott a toborzás, és egyre több tartalékos katona erősíti a honvédséget, amire Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is nagy igény mutatkozik. Nyíregyházai Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nagyon büszke katona hagyományaira, a múltjára, de én megfordítanám, nagyon büszkék vagyunk az újjáépülő magyar honvédségre is. Mint személyi állományában, mint pedig technikai eszközeiben jelentősen megújul 2026-ig az Rínyi haderőfejlesztési program keretében a Magyar Honvédség. Szükség van arra a védelemre, arra a biztonságra, amely a kihívásokkal szemben lehetőséget ad, hogy egy biztos alapra támaszkodjunk, nem ismerjük a jövőt, a jövő kihívásait, ezért szükséges a haderő fejlesztése, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a Magyarország költségvetése lehetővé teszi, hogy végre 40 éves szűkülés, folyamatos bezárások után, költségvetési megszorítások után egy erős ütőképes honvédségünk legyen. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Nyíregyháza a 19. században híres volt huszárairól, a két világháború idején pedig az ország egyik legjelentősebb laktanyabázisa volt a megyeszékhely, mondta el Vinnai Győző a konferencián. Az országgyűlési képviselő szerint a nemrégiben megszavazott költségvetésnek köszönhetően a keleti régió honvédelmi feltételrendszere hatalmas fejlődés előtt áll a következő években. Nagyon büszkék vagyunk itt Szabolcs megyében, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és Nyíregyházán a katonai hagyományokra, hiszen a 19. század végén a kiegyezés után, amikor osztrák-magyar közös hadsereg volt, itt állandó helyőrség alakult, utána a huszár laktanyát megépítették, híresek voltak a nyíregyházi huszárok, de azt hiszem az is ismert nagyon sok ember előtt, hogy messze van a nyíregyházi kaszárnya, hiszen a birodalmon belül itt a keleti végeken található volt, és ezek a hagyományok később, a két világháború között, vagy akár a második világháború után több laktanya is volt Nyíregyházán, a Bátori laktanya, a Damlai laktanya, a Zrínyi laktanya, szinte föl se lehet sorolni, tehát nagyon jelentős katonai hagyományok voltak, és a civil társadalom is elfogadta, és büszke volt, hogy itt katonák állomásoznak, és most ebben a új haderőfejlesztési programban, melyről miniszter úr Benkő Tibor beszélt ezen a konferencián, hogy meg akarjuk erősíteni a védelmi képességünket, a technikai felszereltségünket, nagy-nagy örömünkre szolgál, hogy itt Nyíregyházán már van egy
területvédelmi ezred, a második vitéz Vattai Antal területvédelmi ezred, és komoly tárgyalások folynak arról, hogy Honvéd kollégium jöjjön létre egy kadét programon belül. Én úgy láttam miniszter úr előadásában, hogy egy végiggondolt program, a magyar kormány pedig hozzáteszi azt a költségvetési forrást, magam is megszavaztam a 2022-es költségvetést, amelyben már több mint 1000 milliárd forint áll a magyar honvédség fejlesztésére. Ennek egyik szerves része lehet Nyíregyháza is. A megye székhelyen ősszel indul a honvédelmi kollégium, továbbá a tartalékosok kiképzésének fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektetnek a Zrínyi 2026 program keretében. A nyíregyházi laktanyák, valóban ugye 150 éves múltra tekintünk és tekinthetünk vissza, meghatározó volt az ország helyzetében, de én még inkább a Nyíregyház környéki Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei emberekről szeretnék beszélni, mert mindig az ember adja egy intézménynek a lelkét, tehát hogy mennyire voltak elhivatottak, elkötelezettek, és most is azt lehet mondani, hogy a szabolcsi emberekre mindig tudunk számítani mindenféle feladatban. Tehát a múlt az volt, hogy nagyon sok laktanya volt Nyíregyházán, több mint 10 laktanya volt az elmúlt 150 évben. Jelenleg nincs aktív laktanyája ennek a megyének, vagy ennek a városnak. De a mi szándékunk az, hogy az a területvédelmi ezred, amelynek a székhelyét már létrehoztuk Nyíregyházán, ezek feltöltésre kerülnek, az önkéntes tartalékos zászlajak megalakításra kerülnek az ehhez kapcsolódó honvédelmi központok, ahol majd az ő kiképzésük folyik, és hát ősszel szeretnénk elindítani Nyíregyházán azt a katonai kollégiumot, ahová várjuk majd azon fiatalokat, akik honvédelmi életpályára szeretnének majd felkészülni. Tehát volt múltja a nyíregyházi kaszárnyáknak, laktanyáknak, meg mi azt szeretnénk, ha lenne jövője is a Nyíregyházán vagy környékben lakó fiataloknak, akik a katonai életpályát kívánják választani. Felkészülten várta a nyarat Tiszalök. A település polgármesterével, Gömze Sándorral, Levicki Márta beszélgetett. Több 10 millió forintból fejlesztették a tiszalöki strandot, így a fürdőzők már idén-nyáron is jobb körülmények között tölthetik szabad idejüket. A településen más fejlesztések és felújítások is megvalósulnak, emellett a korábban megszokott, de tavaly elmaradt nyári programokat is megrendezik az idén. Köszöntöm a stúdióban Gömze Sándor Tiszalök polgármesterét. Jó estét! Én is köszöntöm a nézőket. Jó estét kívánok! Mikor indult és hol tart ez a bizonyos strandfejlesztés? Igazából nem akarok visszamenni a régi topos forráshoz, de mi szerencsésen és bátran belevágva már 3 évvel ezelőtt befejeztük a több mint 230 milliós fejlesztésünket. Ehhez képest tavaly előtt a turisztikai ügynökséghez pályáztunk, közel 9 millió forintot nyertünk, fejlesztettük tovább az infrastruktúrát, tavaly nyertünk 14,8 millió forintot, ezt most tavasszal oldottuk meg, valósítottuk meg. Úgyhogy mi az, ami létesült ebből a pénzből? Ami ebben az évben létrejött, több mint 1 hektárt füvesítettünk, közel 80 fát ültettünk, több 100 cserjét, virágot ültettünk, és ami nagyon lényeges és egy igazi beach hangulatot teremt egy különben homokos parton, az pedig óriási napernyőket vásároltunk, 15 darabot és 30 darab igen jó minőségű napozó ágyat. Úgyhogy ezzel tényleg azt az illúziót tudjuk kelteni, hogy ha nem is kék a víz, de szinte tengerpart élményt nyújt. Mekkora a látogatottsága egyébként a tiszalöki strandnak? Igazából ugye mi ezt kiadtuk üzemeltetésre, és nagyon fontos megemlítenem, hogy az üzemeltető ebben az évben körülbelül 20 millió forintot fektetett bele, ő még pluszban fejlesztésekre. Volt egy nagy fából épült hajó, ő azt átalakította, ott bor és kávébár jött létre, illetve a régi több emeletes kalandparkot lebontotta, és helyette egy, hát hivatalosan nem lehet mondani, de nevezzük exatlon pályát, egy szárazföldi akadálypályát épített fel,
és ma ugye tavaly vízre került egy vízi akadálypálya, úgyhogy ez így együtt már nagyon sok élmény. Pont most beszéltem vele, hogy hogy sikerült az első hivatalos hétvégéje. Hát kezdődött lakodalommal, tehát ugye szolgáltatnak, ilyen csoport, illetve ilyen tréningeket tartanak, csapatépítő tréningeket, egy 50 fős csoport volt, illetve szombat-vasárnap mind a két esetben több mint 500 vendég volt naponta, értendő ez, úgyhogy szerintem kezdésnek ez nem rossz. Mit jelenti Iszalöknek a turizmus ágazat? Hát szerintem az egyik olyan lehetőség, hogy ismerté tegyük a település nevét. Ha régebben megkérdezték, hogy hallott-e már valaki Iszalökről, akkor az erőmű jutott eszébe. Aztán egy kis idő után, ha valaki tájékozott volt, akkor a Büntetés Végrehajtási Intézet, ugye körülbelül 15 éve működik, 14 éve Iszalökön, de mi egy olyan természetes környezetben élünk, a Tisza, a Tiszának a holtága, az épített hírességeken, mint például az erőmű, ami szerintem csodálatos. Mi ott élünk, nekünk már ez fel sem tűnik, de nagyon jó gazdája van a holtágnak, a helyi horgász egyesület, gyönyörűen karban tartja, kiváló környezet, rengeteg madár található, és minden más állat és növény is, hál' Istennek, tanösvény működik a területen, és nagyon jó horgászvíz lett. És nem is kell mondani az előbb említett tiszai szabadvízű strandot, és ugye ott van a több mint 900 üdülőegységből álló üdülővezet, ami nagyon népszerű, egyre többen keresnek eladó üdülőt, viszont már nem nagyon találnak. Úgyhogy nagyon fontos, hogy minél többen megismerjenek bennünket, hiszen hogy a Iszalök ott van a köztudatban, akár a Dunán túl is, az nekünk nagyon jó. Mi az, ami a iszalökiek számára élhetővé teszi ezt a települést? Hát akkor már most átmegyünk a hétköznapi életbe. Hát először is arra kell törekednünk, hogy azok a szolgáltatások, amelyek kell, hogy legyenek egy kisvárosban, azok utolérhetők legyenek. Azt gondolom, hogy nagyon sokat tettünk, és a jövőben is fogunk tenni, hogy ez továbbra is így legyen. Hát igazából a kereskedelmi egységek, amelyek rendelkezésre állnak, szerintem ütik azt a szintet, ami elvárható egy kisvárostól. Az alapfokú oktatás, a középfokú oktatás, képzés szerintem megállja a helyét, és a kor követelményének megfelelően fejlődik. Én szerintem, én így látom, mint különben pedagógus, aki 21 tanévet tanított, és a kultúra, közművelődés területén nagyon sok mindent megteszünk, az önkormányzat és az intézménye, közművelődés intézménye, egészségügyben, ugye alapellátásunk szerintem kiváló, orvosi ügyeletet működtetünk másik három településsel együtt. Jelenleg újra szervezés alatt áll a járóbetegellátórendszer, itt a pandémia után újra kell mindent építeni. Mondod, ez folyamatban van. Újraéleszteni. Hát hál' Istennek nem kell újraéleszteni, de akár érthetjük így is. És minden más, ami a sportolási, szabadidő hasznos eltöltése, ezeken a területeken is nagyon sok mindent tettünk, és a jövőben is van szándék. Használta a fejlődés szót. Milyen konkrét fejlesztések zajlanak jelenleg a városban? Jelenleg konkrétan három, két pályázat, de három helyszínen. Az egyik a napos óvoda és napos bölcsöde központi épület egysége, aminek az óvoda részét azt hiszem két évvel ezelőtt teljesen felújítottuk, és az most bővítésre kerül, és durván 290 négyzetméterre bővítjük a bölcsödei részt. Ez azt jelenti, hogy eddig 24 gyereket tudtunk befogadni, most 36-ot fogunk tudni, és ez konkrétan azt jelenti, hogy 3x12 fős csoportot, és így a régi épület egységből egy átkerül az újba, és minden jogszabálynak, mindennek meg fog felelni a terület. Még a szomszédoktól területet vásároltunk, az udvar is megújításra kerül, illetve nagyon sok bútor, eszköz, ami szükségeltetik egy ilyen helyre. A másik egy energetikai típusú fejlesztés, ez két épületünket így mondom, az egyik ugyanis a mentőállomás, és homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere és egy napelem rendszer került az épület tetejére, ezt múlt időben mondom, mert ez a része már kész van, és most van folyamatban az idősek otthonának a szintén hőszigetelése és nyílászáró cseréje. Körülbelül augusztusra az is kész lesz, és
akár ezt a két épületet, akár pedig a bölcsödét mondhatom, hogy ott szeptember elején át tudjuk adni, tehát kész lesz. Ezen túl saját erőből most építettünk, vagy újítottunk fel utakat, körülbelül most járunk 20 millió forintnál, és bent van még egy BMS pályázatunk, szintén belterületi útra, meg várjuk az eredményét nagy izgalommal. Különben elfelejtettem, hogy egy műfős pályát, amit elhasználtunk, hál' Istennek egy jó 10 évig használtuk, az felújítottuk Lidres forrásból, közel 14 millió forintból, és egy több funkciós pályát építettünk. Egy új technológiával, ilyen puzzle-szerű gumilapokból raktuk össze. Egyrészt az ízületek, rizmokra jobb hatással van, másrészt pedig időt jobban bírja, és a gyűrődés, mint a korábbi. Reméljük, hogy lesz alkalom gyűrni ezt a pályát. Így van. Hogy alakulnak a nyári kulturális programok, rendezvények? Tavaly nyilván sok minden elmaradt. Végül is igen, el is maradt, de azért a tavalyi nyár is helye közel helyére került, de nem nagy rendezvényeket csináltunk, hanem több kisebbet. Részben ez ebben az évben is így lesz. Mégis az első nagy rendezvényünk, igazából volt már egy gyereknapunk, azt mi egy héttel később csináltuk, mint a rendes gyereknap, mert akkor mindenhol gyereknap volt, viszont egy héttel később csak Tiszalökön. Nagyon nagy sikere volt, szintén a városközpontban több száz gyerek, szülő, nagyszülő jelent meg, és lesz a Széles a Tisza hagyományőrző találkozó, ez június 26-án, illetve július 4-én egy piknikmozit fogunk, már harmadik éve, nagyon szeretik az emberek, főtéren, óriási nagy kivetítőre. Azt most elfelejtettem, hogy melyik film futott be, de meg lett szavaztatva, hogy 4 vagy 5 filmet dobtunk fel a Facebookon. Úgyhogy az is. De augusztus... azt jelentem, egy ilyen programban nem is biztos, hogy a film a lényeg, hanem hogy együtt tudják nézni. Igen, igen. De általában olyan filmeket rakunk ki, hogy mindig inkább szórakoztató jellegű, tehát hangulatos. Aztán majd augusztus elején szerintem lesz egy ilyen koncertes napunk, ott a rendezvény szervezője, az még most lehet, hogy elmondta nekem, de valószínűleg elfelejtettem, hogy milyen fellépők lesznek, de egy ilyen típusú is kell. Bízunk abban, hogy a helyzet, a pandémiás helyzet, illetve hát a covidos helyzet az tovább fog javulni. Amúgy ezek általában arról szólnak, hogy 500 fő alatt egyszerre több ember nem lesz a helyszínen. Aztán lesz egy hivatalos városi rendezvényünk augusztus 20-a tiszteletére, ami majd 17-én lesz, és ott lesz a helyi csoportoknak egy műsora. Nyilvánvaló, hogy a István királyunkra emlékezünk, és az államra, mint nagyszerű létesítményre. És a többit majd meglátjuk. Meglátjuk, hogy majd be lehet-e vinni a rendezvényeket a művelődési házba, arra is készülünk már, hogy a helyi művészeti csoportunk, vagy színjátszó csoportunk készül. Tehát sok mindent tervezünk, reméljük, hogy ezeket realizálni tudjuk. Legyen úgy. Polgármester úr, köszönjük szépen, hogy befáradt a stúdióba, és sikeres nyarat kívánunk. Én is köszönöm szépen, viszont kívánom. Eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb szerdán várjuk Önöket, akkor többek között Nagy Kádó polgármestere lesz a vendégünk, de megtudhatják azt is, hogy honnan kapta nevét az új nyíregyházi városi úszoda. Várjuk Önöket akkor is. Viszontlátásra!